Ennek miért van lába között két mandarin. Én a füstig nagyon <coughs> szeretem. Abdul Amir <coughs> Na, azért látszik, hogy mire van igény, 800 néző. Mit <coughs> <igen>, reggel? <coughs> Miről akartok beszélni? Van uh, furcsa szépségverseny. Van jó. egy vízes mikrofon nálad. Van Zaher Gábor orspré függőségről uh, cikk. A nem rossz. Nem, nem rossz az se. Egyelőre nekem az első jobban tetszik. Jó, kezdjük az elsővel, a kezdjük. szépségversennyel, és akkor utána... Kezdjük. Egyszerűen jövő héten lóksz egy témahozással. Jó, jó. Te írtad össze? nem, de egy hármat vagy kettőt adtam neki. No. Na. Neked ilyen bázisod van a témákból? Én nekem van egy embertes, aki segít. Nekem is? <laughs> Abba lehet. Igen. <laughs> Neked mennyire segítenek? Igen, nekem? Mert pénzért. Na, nekem nem. Akkor kezdjük a furcsa szépségversenyekkel. A szépségversenyek világa már hosszú ideje megosztó, hiszen erősen át a szexizmussal és tárgyasítással. Ám a műfajnak számos verziója létezik, amik még a, fur a szimpla fürdőruhás felvonulásnál is sokkal-sokkal bizarabbak. Az egész téma úgy jött fel, hogy Instán elém került egy fotó, ez egy blog, egy, egy hölgy írja gondolom, elém került egy fotó, amin három nő díjjal a kezében pózol, és mindhármok mellett ott látható a gerinc szükről készült röngent felvétel. Ők helyes helyes testtartás szépségverseny győztesei. Hát én ott nem nyernék. Van gerincfeldülésetek? Amúgy van. Nincs. Nekem... Nekem egy pici van. Kíváncsiak vagyok, hogy hogy néz ki egy ilyen szépségverseny? Nem. Röngen alapján? Röngen alapján. Nekem utoljára, amikor a tüdőmet röngenezték, én akkor láttam, hogy van egy kicsi skuliózisnak hívják. Skoliózis, nem skul, skoliózis. Szkul, lumbaris egy, pici, egy pici lumbaris, És az, az, mi csoda? Az a De az figyelj, az a, az legtöb... a sok embernek ugye. Igen, ezt mondta a gyógytornász, hogy ez a legtöbb embernek van, viszont az, az, izmod, izmaid megtanulják egy picit így ellensúlyozni, hogy, csak az nem jó, hosszú távon a tartás. Nem jó, ezért kell igen gyógytornáshoz elmenni, hogy... Hármas szint. Csofia, illetve Noxvok. Köszönjük a Köszönjük Thank you, thank you. Megyünk tovább, mert itt rengeteg ilyen nagyon furcsa szépségverseny van. Ez, ez, a... ez ennyi? Jaj, jaj, több fajta van. Ez tökre normális az a röngenkép. Hát ezt ez mondom, hogy ilyen furcsákon fogunk végigmenni. A következő az a Miss fogyasztási cikk. Sokszor éri azt a, az a kritika a szépségversenyeket, hogy úgy közelítik meg a nőket, mintha csak a hús számítana. Akkor vajon mit lehet mondani például a Miss Frankfurti Virsli elnevezésű versenyre? 1952-ben rendezték ö, meg egy kóser húsüzemben. A nyertes egy csomó Fellógatott virslik között pózolt, a természetesen hiányos öltözetben a virslit az arcához simítva. Micsoda! Hú de Micsoda! H hogyha itt ért a tárgyasításról van szó, akkor a virslit. Hogyha valakinek meg akarja dönteni azt a szépségrekordot, szóval most meg tudjuk csinálni. Egy húsüzembe eleve szépségversenyt tartani az elég morbid szerintem. És akkor ezek mellett még az, hogy a fellógatott virslik között tartod meg a izé fotózást. Ez nekem nem szépségverseny most az, hogy virslik közt valaki mosolyog. Hát az, hogy jó vagy a... a fejét, az már igen. De az előzőben a röngenképnél ott azért tényleg egy tulajdonságot néztek, még hogyha abszurd is, hogy egy, hogy egy gerincet kiröngenezve néznek, és hasonlítgattak össze, akkor is legalább az egy emberi tulajdonság. Az, hogy egy virsli mellé beáll valaki, az hogyan pózol szemben a virsli Hát mellett. jó, de gondolom oda is el kellett érni, hogy szépként, szóval, szóval szépek kerültek be, Ö, és ugyanúgy csak az, szó, ugyanúgy egy szépségverseny volt, annyi extrával, hogy vislik között pozoltál egy húsüzemben. Ez olyan, mintha elmennél pikre a, a pik gyárba, és ott nekivetkezni a szalámik között. Ú, azért mondjuk egy jó pik mellett. Nem, egy nem jó nem a szalami. Szalami mellett. Hát a kis, a csopszti, mi, milyen, annak a neve? Mi... Pikstik, oh, oh, de finom. A pi, kis pikoli, piccolino Pikoli, nem pikolino. piccolino. a neve. Pics stick pics a, pics 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 stick. a neve. neve. Az jó És fotózkodnátok Vizslivel? Hát, mennyire? Na ugye? Ez a kérdés. Egy frankfurti vírslivel? Egy, egy jó nem, márka? Frankfurti, frankfurti van, nem. Egy Debrecine. jó márka, egy jó, füstli. Debrecenivel, igen. Van kedvenc füstli? Ezt így, ez most itt így, megkérdezik. Kicsit, <laughs> kicsit, érdekes, de... <laughs> Mi miért fogdasod kezdve hát a combombarni? <laughs> ah, én a füstit nagyon szeretem. <gül> <gül> én a füstit nagyon szeretem, de én nem úgy szeretem a virsit egyiket se, hogy bár valamit nem lehet, hogy megcsinálni, én nem úgy szeretem, hogy hogy vagy meg van mikrózva, vagy forró vízbe meg van főzve, hanem én úgy szeretem, amikor a, a nevelapú meg a rebeka szokta így csinálni, hogy megsütik, bár bocs, nem megsütik. Grillen? Olyasmi, igen, tehát serpenyőbe, és serpenyőbe, én meggrillez, és imádom, nagyon jó, mint, egy kicsit, mint az ilyen jó megsült bacon, olyan lesz. én amúgy nem szoktam annyira vízslit fogyasztani, mert olyan ö, hullám jön rám utána, szóval nem tudom, hogy... Én rosszul vagyok a vízsli Én is, rosszul, én is rosszul vagyok, szóval én nem tudja megemészteni nem tudja megemészteni a gyomrom, de egyébként, a választanom kell, akkor én a füslit mondom, mert az ilyen, euh, tudod, ezeket a, amiknek ilyen nagyon kemény a bőrük, azokat én nem szeretem, szóval. De a, a, Debre a debrecenit nagyon szeretem. Az a kemény az bőrű? A, á, annyira nem kemény, kemény bőrű, külsejük? de abba ha jól tudom, hogy csatok látok itt chat, abba sajt van. Az ilyen karácsonyi vásárokon szokták ö, árusítani, és egy ilyen kicsit ilyen, szóval nem egy, úgy kell képzelni, mint a sima virsli, hanem egy vastagabb virsli. Kicsit kolbász-szerű. Nekem melegen van. Hú, nagyon melegen van, lehet, kicsit kiül. Én meg az a baj, hogy amúgy azt akartam mondani, hogy ugye vágjátok, hogy ilyen meleg vízbe 15 perc az ajánlott. Hát férfiaknak nem ajánlott a meleg víz. Jó. Mikor, mikor tettünk arra, hogy mi az ajánlott? Ja, hogy nem érdekel? Minket nem érdekel. csak tudod, ez egy trió live a nézőkért bármit megteszünk. Jó, csak tudod mi a baj, tudod mi a baj, amikor például az... Nem akarom tudni, mert hiponder vagy. Amikor nem mi, nem, amikor, amikor nem mi, de hogy beszéltünk a gyógyfürdős témával kapcsolatban, amikor az idős bácsi benne ül napokon keresztül, vagy egy napon keresztül. Igen, az gáz. És ott már így, így, minden is kiázik belőle, na az, az, az nem túl És gondolom, hogy senki nem hozott ide most vitaminokat, ásványanyagokat. Nem. De én hoztam. Hozzak? Én hoztam amúgy magammal. Kapunk tőled vitamint? Az a fel van osztva. hogy max. ilyen hogy omega 3-at kaptok, vagy C-vitamint, <laughs> vagy B-vitamint, ami éppen. Jó, ez én indián. Egy hölgyet látunk, a, szép keblekkel. Igen, e a dekorát, fel vannak van a nyakába. Ja, hogy az virsli? Igen, Upa. azok virslikel vannak fellúgatva. És kolbászok vannak a fején, jól látom. Igen, megmutatom ott a hát, ha látjátok. A virsli királynő. Oké, okay, megyünk tovább. <hums> van még furcsa szépség versenyában. Van, rengeteg van még. Miss Emberszabású. Hajmeresztő, még leírni is, de 1972-ben tényleg megrendeztek egy Miss Gyönyörű Majon versenyt is. Csímpi! Ez férj, én Csimpi. azt a, ez, várj, ez tök jó! Ami egybeesett a majmok bolygójának bemutatójával, nyilván nem véletlenül. Igen. A versenyzők fürdőruhában jellemzően bikiniben vonultak fel, ám arcukat Gorilla Mask takarta. A versenyt és az ahhoz tartozó műsort Gary Owens mindegy, ö, egészen hátborzongató belegondolni, milyen üzenete van már a verseny címének is, hogy milyen kicsavart logika szerint gondolkodik hatott az, akinek ez eszébe jutott, hogy húsvér nőkre gorilla maszkokat adjanak. Szóval... Beteg a világ. De várj, ez egy nagyon jó marketing ja, vágy, fogás. De hogy ez nem is izé, ez nem egy... csimpiket hasonlítottak össze, nem. De csak maszkokat adtak rá, és akkor kinek, kinek rendes, áll? rendes, gondolom ugyanúgy dekoratív nőket, annyi, hogy az arcukat nem láttad, mert gorilla maszt akarta. És ez egybeesett, ugye, a majmok bolygójának a bemutatójának. Jó, a... most őszintén. Napjával? Vagy... Itt most vagy... nézik azt, hogy, hogy áll rajtad a gorilla maszk, vagy pedig eltekintenek a legtöbb zsűri attól, hogy rajta van egy maszk, és nézik a többit. Szerintem nézik a testet. E szóval ez egy e zseniális marketing, szerintem. Amúgy. 23 perc vagyunk benne, és kezd nagyon melegünk lenni. Nem, hogy egy picit valahol. Üljünk ki, ilyen, szerintem picit néha így üljünk. Rákvörös vagy barni, nem csodálom, hogy meleged <laughs> van. Beszéljünk az orsprékről. Milyen érdekes. Mi? Na, mi az orsó? elkezdtem fújni a még melegebb vizet bele. De nem Nem, Ne, ne, ne! Hát ezt nem tudod kikapcsolni, ez automatikusan megy. Ak akkor nem te kezdted. Nem. Ja, Elke... ő én is azt hogy őek... elkezdtem fújni. Nem, elkezdte ő fújni a melegebb vizet, mert érzékelt, hogy kihűlt. <coughs> Na, orspré függőség van nektek? Van ismerős. Soha aki? nem használtam WSP-t, és nagyon nem szeretem az orsprét, én... mert nekem nagyon érzékeny az orrom. És nekem már, hogyha kicsit így most elkezdeném bizgorászni, én elkezdenék tűzszögni, és egész nap tűzszögnék. És hogyha befújok valamit az orsprigyához. De, ne, de neked viszont nagyon sokszor be van dugulva, nem az orrod? Nem, nem szokott bedugulva lenni az orrom. Mostanában az szokott lenni, hogy elmegy a hangok. Kicsit így, reggél, és az. A... <coughs> Ilyenek yeah, szoktak lenni. Uh -huh. De én, én nekem nagyon érzékeny orrom van, és pont ezért az orsprigyás csak rosszabb nekem. Én nem, én nem tudom elhinni, de tudom, hogy valós probléma ez, csak nem tudom elképzelni inkább. Hogy lehet ráfüggni az orrspray Hogy úgy kívánod, mint amikor mint éhes Nem, nem mindjárt, mindjárt elmondom. Az, ö, apumnak egyébként volt ilyen. Függősége? Aha, hogy ö, nem, hát most ez túlzási függőség, de hogy azt vette észre, hogy mindig így, jó, akkor befújok egyet az orsprével, és így azt vette észre, hogy idő után egy nap már automatikusan, még ha nem is tűzszögött, akkor is napi kétszer-háromszor befújt az orrspray-vel, yeah. a semmiért. Igen, csak ilyen, 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 ja, Ez már függőség. Nem babonából. Reflexből? Egy Reflexből, De, de, meg, meg, de meg, akkor Hogy hogy akkor tuti jó legyen. Meg általában, igen, általában viszont az van, hogy úgy függőség ez az orspré függőség, hogy igazából az a lényege, hogy nem kapsz amúgy levegőt, ha nem fújod be. Szóval nem az van, hogy kívánod, csak az a, a tényleg segít azon, hogy kidugasztja az orrodat, viszont egy idő után nem fog kidugulni magától az orrod, mert mindig erre fog hagyatkozni. Ezért ahhoz, hogy kapj levegőt, és ne, ne e, mi az, legyen tele az orrod, ezért folyamatosan elkezded fúj, fújogatni. És hiányzik, mint a cigi, hiányzik, nem, nincs? nem, nem úgy függőség, hanem úgy függőség, hogy egyszerűen ahhoz, hogy levegőt kapjál, de írjátok meg kommentbe, hogyha van. valaki lesz, van. A szervezet, ha valaki függő, írja meg. Ne, hát... első lépés, hogy be ismered. ne, te eljeg, nem úgy függőség, nem úgy kell elképzelni, mint hogyha tényleg uh, egy, uh, mit tudom, tegnap tegnap előtt beszéltünk alkoholfüggőségről, hogy így, így, hiányolod néha, vagy, vagy ilyesmi, hanem, uh, hanem tényleg az, hogy egyszerűen a testet hozzászokott, és csak azzal tudja megoldani, Ott hogy nem... ne legyen. Van, hogy én voltam most csak el fog az üzenet. Mind mindig kellett, hogy reggel este fújjam, eh, másfél hétig tartott egy orspré, mm. végül az orvosom kevert ki valami homeopátiás amivel leszoktam róla. Azt tarolt. Ez para. Na, a de és a is olyan, találjátok hogy ki, hogy mennyit költenek a magyarok évente uh, orsprékre. Egy átlag magyar? Mennyi nem, egy nem egy, az összes magyar egyszerre. Ja. Mennyi egy orspré? 1500 2000. A, franc, Hány, a 4, jel... forint körül van egy orspré. forint egy orspré? Uh -huh. Jó, akkor mondjuk, uh, hogyha tál... Hány százaléka lehet a magyar népességnek Öt. rajta függve? Ja, függve? Aha. 25. 5. Öt. Öt. Henry nyert. Olyan sok. 25 százalék elvég, wow, évente, évente, már is mondom pontos adatot, évente 16 milliárd forintot költenek e, a magyarok e, orsprékre. Hát ezért van egy reklám. Hát igen, ez a hát durva, van, tényleg az összes ilyen megnézett <laughs> műsorok közt, egyébként a reklámok azok gyógyszerreklámok mindig. A, legtö ja. a legtöbb, a az, az idősebb korosztály tévézik, csak, csak ezeket a gyógyszerreklámokat látod. De engem annyira ö, Igen, ilyen. idegesít, hogy minden harmadik reklám, vagy másik tévében. Kizület, fájdalom, ja. főleg, főleg ami az, idős, az idősebbeket targetolja. Zaher Gáborral beszélt a Blickről egy újságíró, és évente 16 milliárd forintot költünk recept nélkül kapható orcseppekre. Tényleg meglepett, hogy ilyen sokat mondja ez Zaher Gábor. Ez egy hihetetlenül nagy összeg, ezért is gondolom, hogy beszélni kell az orcsepp függőségről. Az... Mi ez pontosan kérdezik tőlem? Úgy kezdődik, mint egy hétköznapi nátha, ami valóban borzasztó tud lenni, ha az ember nem tud tőle aludni, mert el van dugulva az óra, ki van száradva a szája, és a nyelve feltapad a szájpadlására. Ilyenkor az orcsepp segít. Na ilyen nekem nincsen például. Nekem sincs ilyen. Ilyenkor az orcsepp segít. A tévében pedig egymás után követik az orcsap reklámok. Ki, ki gondolná, hogy ebből baj is lehet? Csöppentünk, fújunk, két perc múlva újra levegőt kapunk, és ez nagyon jó, lehet végre aludni. Csak hogy elmúlik a betegség, hiszen a nátha túl élhető, mégis ekkor úgy, is úgy érzi az ember, hogy nem, ha nem csöppent az órába, megf megfullad. Haverom, bocsánat, nem 25 százalék, 25 ezren vannak, szóval ja. e a 25 az megmarad, de 25 ezren, hát azért ez nem olyan sok ember. Az de... 0,25 de... Mit ír nagymamám? Nagymamám gyógyszerfüggő volt, nem viccelek, mindent bevet mindennel, például egy kataflámot algopirinnel. Végül ebbe is halt bele. Hú, nekem is az nekem az azt mondtam, mindig megelőzésképpen eszi nem. csak, a végén már csak gyógyszer tartotta életbe, ezt 12 évig nyomta. Van az, az, az a gyógyszer, azt hiszem, frontin hívják? Az a nyugtató. Az nyugtató, az, az, az erős az nyugtató. Az, igen, ö, én, én, én arra emlékszem, hogy, na, hogy nagyim nekem annó még azt... azt. Tolta? Hát, ő... hát az volt az túlzás, és minden tiszteletem mondom, de hát hogy, hogy leaut volt a polcon. Hát nálunk a nagymamám, Isten nyugosztalja, nagyon hiányzik, de úgy ette az algopirint, mint az mm De erről a... beszéltünk valamik adásban Igen, már, nem? igen, tehát tele volt a tévé alatti poc, tele volt neki 850 darab uh, algopirinnel, és mint az orspré függőknek is, abban valami volt egy rossz vett levegő, amikor beszúr egy picit a levegő, rögtön kelti algopirinnel. De bármi minden, baja volt? Algopirin. Minden algopirin. Minden, minden. De napi négy-öt simán. Szóval, amit itt írják, hogy kisebessíti az olnyárka hártyát, hekképződik rajta, beszűkül a levegő útja, ezért az ember megint többet cseppent, és ez egy ördögi kör, és igazából már csak azzal kapunk levegőt, hogyha fújogatjuk. Úgyhogy... Nekem okay. például Gréta volt az, aki egy ideig elkezdte ezt így az egyik ilyen orspét izélni, mert hogy tényleg ott volt egy ilyen náthás időszaka, és akkor tényleg csak ez segítette. És ő se vette észre, egy idő után már az volt, hogy vette egy újat, vette egy újat, és így ez ilyen három doboz, vagy három kis fújó után, így már mondtam neki, hogy figyelj, azért ez így kicsit lehet, hogy sok. Volt bármilyen függőségetek? Koffein, nekem koffein függőségem van, az biztos. Twitch. Twitch. Donate. Donate. Függőség. Függőség. Amúgy koffein az nekem is van. Koffein ez van. 400 mg koffein a, a max, ami így ajánlott egy nap. egy, egy felnőtt szervezetnek. Én szerintem egy, figyú, három kávét biztos Ez only fence csak, ez csak only fence. Három kávét biztos megiszom egy nap. Aha. Plusz néha edzés előtt egy kis pörgető. Segítség. De az várja, az már önmagában 300 mg. Az 200. De és még mellé három kávé? az ritka vagy az, 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 nap, az ritka akkor nem. De, ilyen 200-ig mindig eljutok egy nap. De az nem egészséges test. Hát nem. És hogyha e, volt olyan, hogy nem fogyasztottál koffeint egy adott nap? Ö, volt. Fájt, volt a fejed? a fejed? Vagy így éreztél? Én... Semmit nem éreztem. <coughs> Mert elvileg amúgy az van, hogy az első két hétben az ember nagyon-nagyon ilyen fejfájós, ilyen olyan, kicsit ilyen, ilyen ez a fog, hogy mondják, ez a... Köd? Kö ködös az agyad, nem tudom, hogy hogy mondjam. Nem, ez ilyen a... nem volt kicsit nekem. ilyen zavart. Én próbáltam egyszer, három hétig jutottam, ott igazából már úgy voltam, hogy amúgy nem kívánom annyira, de hogy így én szeretem a kávét, és már csak azért is inni akartam kávét. És ott volt az, hogy három hétig nem ittam semmilyen koffeint, az első öt nap nagyon-nagyon volt, szóval tényleg ez a fejfájás folyamatosan, mert ugye ilyenkor, ha jól tudom, összeszűkülnek ugye az erek, vagy valami ilyesmi, és a koffein tágítja ki őket. És Igen. hogyha nem kapja meg ezt a koffeintől, akkor ugye elkezd fájni egy picit az izé fejed, mert hogy nem úgy szállítja a vért az agyba. <kör> nekem ilyen soha nem nem tudom, hogy ez mennyire rossz lehet. Te bár, bármilyen akar... függőség, cigi is, elképzelni nem tudom, nekem soha nem volt hogy semmi. valami után hogy nem bírod ki, hogy ne, nekem tényleg nem volt ilyen, hogy, hogy, ráfüggök valamire. És nem tudom elképzelni, hogy ha valaki tényleg akarja, és ott egy cigi, tudom, hogy ez egy nagyon nehéz téma, de ott egy cigi, hogy az Nem akarat... tudja megállni, hogy ne szívja el. Nem tudja ellen. Akarat. Igen. Igen. Uh, mit akartam, hogy... Ja, és utána három hét után viszont uh, ott megittem az első kávémat, és az a durva, hogy ami mondjuk nem hatott előbb, hogy egy kávét megiszok, és hogy felélénkülök tőle, ott a három hét után, ugye kitisztult a szervezetem, ott a három hét után egy, egy apró, nem is a dupla espresszó, egy kicsi espresszótól így vezettem utána. Szóval, hogy, hogy nagyon durva, hogy vissza szokik így a, a tested. Akkor az olspraynél is ilyen van, hogy még tegyük fel, napi háromszor befújsz, a semmiért, és utána mondjuk, hogyha látsz vele két hétig, és befújsz egyet, akkor itt bekábul. De ez a az nem, azért nem is nem van, mert az a... úgymond íz, ugye van, tehát nem az, hogy íze van, de ha orrodba befújsz valamit, akkor annak érzed a... Valószínűleg a, mentol az segít, igen. igen. A hátját, az szétcseszi, hogyha ennyit de, fújsz Igen, be. de tuti, hogy akkor hát ezt az íz miatt fel, is. csak lementél a vízzel. Ja. <laughs> 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 <h> <h> szóval amúgy igen, meg ugye a mentol valamennyire igen jó érzést ad, de ugyanakkor le volt térve, hogy kisebesíti az orrodat hosszú távon belülről. Heges lesz az orrod. És mm, utána ö... akkor arra is kell valami krém, vagy valamit be kell kenni? Hát töké? azt nem tudod bekenni az or orrodon belül. A... Nem, hogy ez az érdekes, hogy a legtöbb gyógyszernél van egy melléktünet, amire utána kell még egy gyógyszer. Persze. És akkor annak is van valami melléktünete, a... akkor arra is hát kell. Szegény egy Szegény idős emberek, akik gyógyszer, akiknek a kell gyógyszer. Tíz szedni. gyógyszer egyszerre. És azt a... hogy az egy elsőt le. Viszont tényleg az a baj, hogy, hogy nekem nagypapámnak kellett ilyen nagyon sok gyógyszer szednie, és volt egy vízhajtó gyógyszer, amit ő egyszer azt mondta, hogy Ja nekem nem kell és felvizesedett a tüdője, úgyhogy igazából sajnos, hogyha ezt így előírják, akkor kell, mert... Muszáj, mert... igen, apunak is volt azt hiszem egyszer ilyen, hogy ö, ö, ő egyébként nagyon olyan típus, hogy ö, nagyon ritkán, csak akkor megy le esetek kórházba, ha nagyon muszáj, szóval nagyon a végleg, olyan kicsit olyan, mint én. Aha. És te is volt ilyen, hogy ö, rá kellett szólni, hogy figyelj, azért azt nem véletlenül ajánlották fel neked, azért azt úgy inkább vedd be biztonság Ja, Mit lehet ilyenkor tenni, hogyha valaki, kérdezték Zahár Gábort, hogyha valaki orspré függő, vagy azt veszi észre magán, hogy amúgy orspré nélkül Mike nem tud Jackson? létezni? Az, ne, az amúgy, egy, szerintem mi a az, az egy nagyon jó ö, irány, hogyha ha valaki írta, hogy a homopátiás, ki lett keverve valami helyettesítő, ami nem annyira durva, Aha. de helyettesíti mégis az érzetet, Igen. és hogy azzal szoksz le, hogy azért befújod, de azzal nem gyilkolod a szervezeted, és akkor azzal szépen lassan lejössz róla. Nekem tudjátok, mi a fura, hogy amikor, Áttered az, a, amikor az ember... Ez, olyan, mint a <coughs> az ezt, is ezt, akartam mondani pont. Csak ugye a nikotin tapasztalat van egy olyan különbség, hogy ott legalább a füst, meg a kátrány, meg minden nem megy be a tüdődbe. Igen, oké, viszont a nikotin... nincs meg ez az érzése. Szóval ez sok embernek hiányzik ez a Igen, cigizés Igen, a nikotin viszont a, 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 hiányodat, de közben nem károsítod a tüdődet kátrányjal, Igen. meg nem tudom mivel. Igen, csak itt ugye arról van szó, hogy amúgy meg azt érzed, hogy be van dugulva. Na, mi, nézzük nem mi, akarok mi, hülyeséget mond... mondani, azt mondom, a nikotin, majd a chat biztos megírja, mert sok tudós van itt. A, a nikotin összességében úgy mondom, hogy nem káros, csak függőséget okoz. Hát igen. Én így tudom. Uh -huh. Elég igen, akkor Mert ami, ami, ami a, a káros az, az a sok... kátrány. A kátrány, amit beszívsz, a... Nem... és főleg a, azoknál a cigibnél, sok minden más. nincsen szűrő. A füst szűrő. is, igen. Füst is, hát meg tök sok minden van benne. Az az, az ami, ami Szóval, Notebook. valahogy meg kell győzni. Thank you. E, valahogy, meg kell, kell, valahogy meg kell Amilyen győzni az is. embert, hogy nem fog megfulladni orcsep nélkül. A Covid idején sokan beszereztek házi véroxigénmérő műszert, ez is igazolni fogja, nem csökkent az oxigén mennyiség a vérben, ha nem csöppentünk. Ha erről meggyőzzük a másikat, elhatározás kérdése, hogy lejöjjön a szerről, ritkán van szükség szakemberre, fejben dől el. Jó lenne másak költeni ezt a 16 milliárd forintot. Volt olyan betegem, aki két nap alatt elhasznált egy flakon orspét, az évi 400-500 forint. <laughs> Én is gondolkodtam. Ha, Bibi, <laughs> come to Dubai. Évi 400-500 forint orspére elment egy eh, Zahár Gábor egy betegének. Az, az, komoly. az azért komoly. Az komoly. Amikor tudod, te egy tízé gondolkozol, hogy ú, hogyan tudok még lefaragni, ez egy nagy, <laughs> az ez sok. egy nagy része. Sok. Csak ors és csak orspré. Ez csak orspré. Az... Nem értem, miért kell egyáltalán orspré, simán ki lehet bírni nélkül, kb. 10 éve nem használtam. Én se használtam soha amúgy. Abdul Amir Barni. <laughs> 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 ez a véroxigén mérő, ezt ti próbáltátok már amúgy? Persze, rendszeresen. Tényleg? Bármint tényleg? tényleg? Van otthon Persze. neked? Ö, az órámon én nagyon sokszor néztem, főleg az utóbbi időben, amikor a tüdő problems volt. Meg most néztük például, voltam otthon Sopronban, és szüleim is rendszeresen nézik a véroxigén szintet, 91-től 100-ig normális. Aha. Nekem egyébként ahhoz képest még alacsony, 93-4. Az tényleg az. De, de normálisnak számít. De... de... ez attól is függ persze, hogy most kim vagy a szabadba, itt veszel három nagy levegőt, azonnal felszökik. Hogy szóval ne nehéz úgy átlagot nézni, mondjuk tegyük fel egész éjjelben vagy egy kis szobába, alszol, és reggel megméred, alacsonyabb lesz, mint amikor mondjuk kimész egy órát a szabadba. És uh, végző szóval gyakorlatoknál, Wim Hofnál próbáltad, az ott néztem, hogy ott ott nem nem néztem, de azért nem kellene. ott még ott biztos felmegy, hát ott hát, megtelik az egész tested. Hát testen. ott ugye várjál, ott ugye, hogy van, hogy amikor uh, kibefolyogatod, akkor van az, hogy uh, kevesebb lecsökken nagyon az a véroxigén szinted, és utána van az, hogy uh, amikor beszívsz egy nagy levegőt, és bent tartod, akkor van az, hogy így, tudod, ez az ilyen bizsergető érzés, Barni, ezt, ezt neked mondom, mert te, te csináltad valószínűleg többször a, a Wim Hof légzést, hogy amikor beszívod a sok kifújás után a, a levegőt, akkor van ez a bizsergető érzés, akkor van az, hogy újra oxigénhez jut a szervezeted, és ott áll szerintem vissza egy picit. Szóval ez oxigénhiányos állapotot idéz elő a Wim, Jó, hogy Wim Hof, pont, hogy egy picit kiürül. Azért érdekelne, hogy mennyire megy le mondjuk. Nem nézzük meg egy valamelyik. Van találva. otthon neked? Hát az óra, tök sima okos órát, a, a, ja, méri. sima okos. A, Jó, Szent akkor az egyszer a stú 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 stúdióban meg... Huawei vagy minden méri. Egyszer stúdióban megcsináljuk. Fú, nem innátok egy sört? Fú, nem. Én se. Ennétek egy kis sajtot? Barni, a belelóg a vízbe. Ja, én... <laughs> így dobta a gép. Kétszer annyi fizetésből alig jövök ki hónap végén, pedig nem cigizek. Nem tudom, ez valami ilyen kiszámoló dolog lehetett volna. De jó lenne. Sajnos csak várjál, hát, telefonról. az a, telefonról, a, telefonról. a, az a, víz, telefonról. a nem fogod megnyitni. is Kérdeztem az egyik ismerősömet, hogy mennyibe kerül egy pak cigi, és hogy nem az van, mint régen, hogy ilyen 400-500 forint az olcsóbbik, hanem ilyen, 2000 körül van. Hát, mert tele van adózva. Komolyan. Hát most képzeld el, mondjuk 30 2000, csak az 60 ezer, hogyha egy pak. Napont, de várjál, naponta csak nem szível egy pakot. Szerintem nagyon sok ember több, mint egy pakot elszível. Ne, egy nap alatt. szerintem igen. Most nem szeretnék ledegradálni senkit, de egy ilyen cigaretta függők napi két doboz is elszívnak, az havi 120k, plusz általában alvéletbe laknak, az is 100k, plusz rezsi. Minimálbért keres, nem lop, minden nap eszik. Hogy csinálja, hogy fér bele minden? Ez, ez, volt a hosszú komment. A, a, ez, 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 nagyon durva, hogy ez, ez 120 ezer elmegy, Igen, az ugyanannyi, van. kb. Mennyi egy cigi, egy cigi kb. ugyanannyi elmegy, mint az albérletedre, a cigire, hogyha két pakkot elszív naponta, jó, de két pakkot azért szerintem talán kevesebben nem, pak, pak, pak? előbb az egy pakra is azt mondtam, hogy sok, hány, hány cigi van egy pakba? 1.9. Tizen nem ilyen 14 körül? 12, jaj, várj kicsit. Na, itt van srácok, egy doboz Acapulco Blue cigaretta ára 2023-ban. nem jól mondtam? Nem tudom. 20, Akkor hogy kell? Na. Hogy ejted Acapulcot, hogy ejted? Acapulco. úgy. Rohadék. 1790 forint. Dehogy is viccek, 1790 forint. a másikat a 1790 forint. Egy doboz Benson and Hedges. Remélem, jól ejtem. 1960 forint. Na mennyi, mert nem figyelsz. Egy doboz Benson and Hedges. Most mind mi az? Mik ezek a nevek? Nem is nézd Még Ez egy sima Marlboro, mennyi? De az már van, még az? Van. Jó, egy doboz Bond, Bond, az vágják. James Bond is van. Egy Bond Street Royal Soft. Így már tudom melyik. 1890. Ja, ilyen kb. 2000. Számoljunk 2000. Mi, mi, az, ami mondjuk egy prémium ciginek számít? Ez hát, a Marlboro, az arany Marbi. Meg a polmól. -Pol nekem az maradt meg. De nem, az csak az, a, a, színek csak a erősségek voltak. Azt tudom, de én, én nekem valamiért az maradt meg, hogy így anno az arany Mar így hívták arany Marbi, hogy az egy ilyen nagyon izé volt. Simán elszívnak az emberek egy... A Marlboro tényleg az arany, 2030 forint. Az volt, hogy simán elszívnak az emberek, Megnézlem. volt, aki reggel a munkahelyén elfogyott a cigia és már remegett. Azért az para. Asztora. Hát ez a függő. Hát ez konkrét. Én nekem, amúgy a, a, most ez hülyh a, a dohányzással olyan téren, amíg valaki ezt kint, mindig kimegy a lakásból, kint elszívja, és azt magának csinálja, engem nem zavar. Én azt nem értem. Akkor csak utána bejön a... és ugyanúgy büdös, büdös a szája, meg, meg, meg tényleg. Jó, de az ellen lehet tenni, vagy bevesz egy rágót. Például nekem a, a, az ismerősöm, aki, aki cigizik, ő nagyon sokszor rágózik utána. Szóval figyel arra, hogy ne az legyen, hogy nyilván a ruhája Akkor is nem büdös, tud meg a bőröd, meg mindent, érezni el, Persze a nem hajladon, egy jó dolog, meg, meg ne cigizzetek, de hogy nem tudom, én most nem fogsz Az a van a baj, az a baj az, azt aláírom szóval a barni szemszögét alátámasztva, hogy az a van a baj, hogyha valaki mások mellett cigizik olyanok mellett, akik nem is akarnak, és akkor tud ez a passzív dohányosként ja. ott vagy. Igen, mondjuk kb. amikor például beülsz egy étterembe Pesten, kint, bocs, nem, nem beülsz, hanem kint, kint a teraszra a leülsz, ahol mondjuk lehet dohányozni. És valaki nem ő ki a szélére, és nem fújja ki oldalra a füstöt, hanem egyszerűen nem veszi észre magát, Jó, az de jöjjön a, a baj mert van nem dohányzó, meg dohányzó hely. A dohányzóban Jó, én azt mondom, hogy azt igen, sem takar, ne fújja hogy, rád ő, nyilván, de... Vagy, vagy az utcán, hogyha úgy csinál, hogy így felfele kifújja, vagy elfújja oldalra, nekem azon nincs bajom. Nekem azon van bajom mindig, amikor valaki nem veszi észre magát bizonyos helyeken, és nem tud viselkedni. És sose értettem, hogy az autóba cigizés, az olyan rossz veszélyes. Ezt akartam mondani, ezt akartam mondani, hogy a, nem is csak veszélyes, a undorító is, amikor a, a Pesten állsz a dugóba, ja. és láthatod, hogy felhúzott ablaknál, Szigizik a kocsiba, Igen. és utána és egy kipatti ki löki a csikket. A, az a legdurvább, Hú. hogy én nem gondoltam, hogy ennyi ember elszórja a cigi csak így ki a kocsiból. Miért nincs ott egy... amúgy nincs ott egy... Mert c... szikrázik egyet mindig. Jó, de nem fogja felrobbantani. De volt. Tudom, én de jó... hirtelen nem tudod, este hirtelen valami szikrázik a földön, nem kapcsolsz azon, hogy az egy cigi ja, hanem a... hogy így hirtelen jön a semmibe. Szóval... Uh, hogy mi hát, lehet az? Ja, tényleg, ja. tényleg. Én kifejezetten nem szeretem, hogy apám cigizik, de csak a konyhában, mivel azt más, hát az más mellett cigizni, azt ez nem, az, nem értem. Az más mellett, az más vagyok. Valahányszor kimegyek, egy egy pohárért már büdös füstszagom van. Hát igen. Bele, gondoljatok bele, eladja, és te meg ilyen autót Ja, vennél. ez a, igen, ez a nem dohányzó... Kö... Garázsban tartott női tulajdonostól, azaz. első tulajdonostól, azaz, Azaz, ahol... azt nem tudod soha kiszedni belőle, azt, azt megérzed. De a tisztítóval nem jön ki a nem, szaga? Nem, azt érezni fogod nagyon, -nagyon mert, nagyon sokáig. Mert egy dolog, tudod, albérletben, hogyha valaki cigizik, akkor besárgulnak a falak, beszívja a függőny, beszívja a kárpit, meg minden, szóval az oké. Okay. De hogy egy ilyen autónak a... az ilyen profi kárpit tisztításra, szerintem kijön a szaga, nem? A Anyukám két pakkot szív egy nap. Azt, azt a gyerekek. Szarad, És te szerintem még a... nagyon sokan azért veszik a ezeket a töltős cigiket, mert sokkal annyival olcsóbb. A... Azért tényleg, hogyha már két pakot elszívsz, akkor nem négyezeret fizetsz, hanem inkább lehet, hogy össze sodrod magadnak. És Csak, fizetsz hogyha abban nem jó szűrőt teszel, akkor még rosszabb. Hát persze sokkal rosszabb, mint amiben rendes De... szűrő van és rendesen van Amúgy, a száll, ami durva, az hogy most TikTok be. feldobott egy ilyen izét, egy, nem <coughs> tudom, hogy mentünk <coughs> át ennyire cigizésre, de hát a Osprey függőségről beszéltünk, onnan az elég könnyű áttérni, de hogy feldobott egy ilyen cigitöltőgépet, de egy ilyen nagy ipari cigitöltőgépet, és oda volt írva, hogy NAV uh, Merkur bevetési egység kommentbe, és utána kerestem, hogy miért volt ez a komment, és kiderült, hogy semmilyen cigére, töltésre, ilyen iparilag, ez a gyors töltésre uh, használható eszközt uh, Európai Unión belül nem tarthatsz. Szóval ez egy orosz videó volt. De az kézzel megsodorhatod. Kézzel magadnak ö, saját fogyasztása megsodorhatod a cigit, de hogyha ilyen, ö, mi az, keresked, vagy nem, nem is kereskedelmre, de hogyha egy gépet használsz ehhez, az, az már tiltott, és hát, azt a NAV bármikor le, ö, lecsaphat úgy, rád. Én megértem. Én is megértem. Ilyen, mert akkor már ott van az, hogy jó, akkor gyárt, ö, lesodrom ezt a 20 darabot neki, ezt meg a, a havernak. Neki, jaj, jaj, jaj. és akkor eladom neki, és ott az nem egy, nem egy ú, nem, nincs úgy lesodorva, mint, mint gyárilag, biztos, hogy a minőséges. is. Nem is az, hanem, hogy nincs végegyezve, védjegyezve, nincs védjegyezve, ez, igen, nincs de az Igen, izé... ilyen téren, hogy hogy az jobban károsítja az egészséget, mert hogy alapból is egy Nem, nagyon... amúgy ez, a, ez a gép ez nagyon profin besodorta, ugyanúgy szerintem ez egy ugyanolyan gép, mint mondjuk amit használnak az izénél egy ilyen nagyobb cigiparnál. De az, az, az anyukám munkájának, akik nem érdekes. cigiznek, plusz egy szabadnapot kapnak, mert annyit ö, cigiznek egy év alatt, akik dohányoznak. De jó! Ez, ez ezt jó, akartam jó, ez, megkérdezni. Ez jó motiváció Ezt akartam megkérdezni, hogy hányszor járnak ki cigizni az emberek a munkahelyről. Mennyivel több szünet? Mennyivel több Igen, Van, aki azért akik rá egyébként, volt egy statisztika, hogy van, aki azért szokik rá, mert hogy a, cigizünetre, cigi szünetre, akik kimennek, kijár velük, és, és esetleg rászoksz a füsttől, mert ugye most vagy ott ülsz és folytatod a munkát, vagy kimész inkább a szünetre, nyilván kimész a szünetre, és rá, rá, rászoksz, rá lehet állítólag szokni úgy is, hogyha ha a dohányosok között vagy, és tényleg a füstöt folyamatosan szívod. Meg nagyon sokszor társaság miatt szokik rá valaki, mert azt látja, hogy mit tudom én öt emberből három cigizik, jó, akkor kimegyek én is velük, először kínálok az udvaron, utána ugye megkínálják, hogy héten nem kérsz egyet, jó, az elején nem, nem, nem a tizedik alkalomnál már lehet azt mondja, hogy jó, gyere, adj egyet. Amúgy tudtátok, én is hogy egyet. erről pont most tartozok én is a, Pont most, hallgattam erről egy podcastet, hogy mennyire az ember a saját barátjainak az átlaga. Szóval a saját Persze. őket körülvevő embereknek az átlaga. És például, jó. most nem akarok pontos százalékat mondani, de nagyon-nagyon megnő, hogyha ez egyik nagyon jó barátot cigizik, nagyon-nagyon megnő az esélye annak, hogy te is cigizni fogsz. Egy ilyen 20 százalék fölöttel megnő. És még annak is megnő a, a kockázata, hogy te cigizni fogsz, hogyha barátodnak, a legjobb barátodnak, vagy, vagy egy jó barátodnak, az egyik barátja, szóval, hogy, hogy, hogy duplán, ugye ismerősnek az ismerőse, vagy barátnak a barátnak, barátnak a barátja, elkezd cigizni, az már visszahat rád is. De nem csak cigizés szempontjából, de hogyha mondjuk ezt most úgy értsétek úgy, hogyha mondjuk sikeres a barátokkal veszitek körül magatokat, most nem azt mondom, hogy izé be kell nyalni és csak ilyen barátokat szerezni, de hogyha több sikeres barátod van, aki vitte valamire az életbe, valószínűleg te is könnyebben viszed az élet, életbe valamire. Ez ugyanúgy kihat az alkoholizmusra, ugyanúgy kihat a cigizésre, ugyanúgy kihat a sikeredre, szóval, hogy ez az. Igen, utána jönnek átlag az, vagy... közös szokások vannak, közösen, nem tudom, hogyha valaki nagyon sokat dolgozik, meg ilyen nagyon karrierépítő, jó, akkor én nem akarok lemaradni a többi barátom mellett, én Így is van. kicsit magamat. Így van. Szentetek ez jó? Jó. Szerintem, Szerintem jó. jó. Szerintem, Szerintem, jó. Szerintem úgy kell megválasztani valamennyire Csak a a Csak hogy beletartozik a rossz is. Szóval, ha valakinek rossz tulajdonság van, rossz szokásak, akkor arra is hajlamosabb vagy. Hogyha nekem van egy olyan haverom, akinek, aki dohányzik, vagy ilyen rossz szokásai vannak, nem fogom persze ezért azt mondani, jó, mostantól nem vagyunk haverok, de, de például, hogyha ilyen érzem már, hogy toxikus a kapcsolat, így, ha baráti kapcsolat, akkor már lehet, hogy elgondolkozok. És szerintem itt, itt a legnehezebb, hogy mit én jó sok ideje haver vagy valakivel, és így rájössz, hogy amúgy, hát nem is tudom, úgy, úgy nem igazán segít így a, a, a segít engem, és valamennyire is lehet, hogy önz, önzőnek kell lenni, és azt mondani, hogy én ezt nem, nem akarom fenntartani, mert csak lehúz. Engem nem tudtak rávenni húsz év alatt, hogy cigizzek, Kétszer próbáltam ki, egy-egy szállat összesen. egyébként de engem sem, mert erről már beszéltünk egy egyszer reggel, hogy a középiskolában ez a probléma, hogy ha nem jössz cigizni, vagy nem mész a akár pia, akár cigi, te nem vagy a társaságban, akkor ki leszel közösítve, meg akkor az úgymond ciki, de nem az, de ciki. én, én is szívtam már bele cigibe, nyilván buliba végképp már nem egy egész szállat, csak beleszívni. Nem tudom, nem értem, hogy mi a jó benne. Hát igen. A, mi az A, a nikotin, az, az. Szerintem nagyon ritkán, az, ugye és az, az akkor nem, nem, ne biztosuk az embereket arra, hogy dohányozzanak. Va, szerintem a hangulat. Van egy hangulata, ahogy, hogy kimész, biztos lenyugtat egy cigi, mert sokan mondják, és bizonyos stressz helyzetekben kimész, és, és jól esik elpöffenteni egyet, de szerintem nem ok arra, hogy más hogy máshogy, 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 is le tud nyugtatni magad és más is meg tudsz nyugodni. Nem Például egy Wim Például vagy mindenkinek, de akár a sport. A legjobb dolog arra, hogy a, hogy a stresszt is, mennyi és utána százszor jobban sok ember arra fogja egyébként a dohányzást, hogy ha hogyha abba adja a dohányzást, akkor utána visszahízik. És hogy ezzel könnyebb, mert kevésbé vagy éhes, hogyha dohányzol. És de hogy nem ezzel lehet, könnyebb lefogyni. Nem csak azért, mert pótolni akarja a De a valamilyen, kajálással valamilyen, a pótolja valamilyen rossz tevékenységet a, a, kajálással, igen. Igen, tehát hogy oké, ott, ott kívánja a cigit, ú, bekapok, ha nem cigizhetek, bekapok valamit. Egy kakaós Igen. Ö, tegnap, hallgat, ahogy idefele jöttem, hallgattam egy podcastet, a HVG-nek egy podcastja, nagyon érdekes, és ott volt az, hogy mivel járulhat az ember leginkább ahhoz, hogy hosszú életet éljen, ami pénz nélkül, mert hogy lehet, lehet ilyen genetikai teszteket csinálni, és akkor tudod, hogy milyen, milyen betegségekre vagy hajlamos, de ez mind pénz kell, és elég, a drág, sport, sport elég drága. Sport, a sport, meditáció. Volt, sport volt, a stresszkezelés volt. De az ö, a a 20%-ban attól függ, hogy mennyit élsz, ezt. hogy a környezeted milyen. Szóval ez, ez egy olyan dolog, amit bizonyos mértékig tudsz csak befolyásolni. Szóval egy pesti légszennyezés nem tudsz befolyásolni. Igen. Hogyha pesten élsz, akkor eleve valamennyivel kevesebbet fogsz élni, mert 20%-ban a, a, az számít bele, hogy hogy milyen környezet van. K Igen. De, de A sport, lesz. meg a stresszkezelés. Amúgy nem előbb azt mondtam, hogy egy is ugyanaz, de hogy nagyon -nagy sok keze van hozzá, mert egy ideges nap után a kisportolod magad. Mint hogy kicseréltek volna. Nagyos első 20 perc, meg dög lesz benne, de, de utána után is. Olyan, olyan nem ösztrogén, endorfin kitörésed meg lesz, Dopamin. Hogy, ja. vagy dopamin. Ami még nagyon érdekes volt ebbe a podcastbe, hogy elmondták azt, hogy a sport annyira fontos, hogyha van mondjuk egy ilyen négy rubrikás ilyen táblázat, hogy van a vékony, de nem sportoló, van a vékony sportoló, van a uh, overweight, ez a mi az? Túlsúlyos. túlsúlyos, túlsúlyos, de nem sportoló, és van a túlsúlyos sportoló, aki a legegészségesebb, uh, az a vékony sportoló, és nem a vékony nem sportoló, hanem a, a túlsúlyos sportoló az egészségesebb és hosszabban fog valószínűleg élni, mint a vékony nem sportoló. Szóval valamennyi, De, valamennyire igen, fontos a <coughs> persze az, hogy milyen súlyt cipész magadon, meg, meg mennyire vagy elhízva, meg a, az érrendszeri problémákra hoz, az nagy hozzájáruló. Hozzájáruló be, nagyon. Igen. Viszont egészségesebb vagy túlsósként, ha néha sportolsz meg testmozogsz, mint hogy mondjuk vékonyként nem csinálsz semmit. Jó, én amúgy olvastam, és ezt egy nagyon híres amerikai oldalon olvastam, hogy a legtöbbet azok az emberek élnek, akik fel vannak nem kilatkozva. Ó, ezt én is olvastam. A brit tudósok írták. nem? Ebben én is olvastam. Az plusz egy év. Ez túl meleg ez a Én Nem tudom, hogy ez Te még itt itt a gőzben is megyek. Amúgy az baj. Én, én, nem tudtam így igazán kijelzni, mert végig így voltam, úgyhogy most bemegyek szaunázni, szerintem. fú, de Olyan melegem van. Én megyek Saunázni, Saunázni, mert Tomára hogy ugye annyira jó helyen vagyunk, hogy itt konkrétan három lépésen van mehetünk egy szauna. Ugyanis itt vagyunk a kabinka Mátrában, amit még egyszer nagyon szépen köszönünk, így van. hogy itt lehetünk. Lesz majd ez, róla... egy csodahely. ez egy csoda hely, ez egy, egy csoda hely. Így van. hirdetés, sokkal, sokan kérdeztétek, hogy Nincs kiírva. Nincs kiírva. Jó, hát kérdetés... Ki lesz, ki lesz sokan kérdezték, hogy mennyibe kerül. A beírod a google vagy hogy kabink a mátra. Gondolom változik attól függ, hogy mikor akarsz jönni. Senki Nézsök. inkább erre költs, mint cigire. Ja, Amúgy, de tényleg. tényleg. Komolyan. Tényleg. És itt jó a levegő. Jó a de levegő. Vagy, gyere ide és szívjel <laughs> <laughs> De nem, gyerekek, azért kijöttünk reggel a büdös szobából. Egy, egy háttabost. Milyen jó a levegő én, volt én, itt. szar levegő uh. volt benne. Jó, hát ez az sokan vagyunk szerintem. Nem, elfogyott. Szerőztetni kell, volna. Elfogyott Persze, Persze, de hogy én éreztem éjjel, hogy... Ja, Jó, az azért, mert Ábel ezt hívtam előtt a levegőt. Igen, Ábel felfalt az De összefődő. nem fingtam a sajtoktól. Én büszke, le, én büszke a a vagyok a gyomromra. Én se. Meg a bérrendszerem. Erinek miért van a lába között két mandarin? <laughs> Opa, oda légy, apa! Csimpi! Gyere, gyere, gyere. Csimpi! Na, köszönjük, hogy itt voltatok. Így van. Imádtuk ezt a hot streamet. Imádtuk, hogy itt voltatok. Legközelebb hozok egy... állványt. A tegnapi sajtolás meg a trió nagy csatornán lesz fent. Így van. Barni megvágja, úgyhogy rajta lehet Találkozunk holnap reggel. Így van.